Szeretnénk Kocsis Csabának átadni a szót. Az Ilona Malomnak a vezető. Köszönöm szépen. Jó estét mindenkinek, és nagy szeretettel köszöntök mindenkit, aki eljött, részt vesz velünk a kiállítás megnyitóján. Köszönöm a Fugának, hogy befogadott minket, hogy helyt ad a kiállításnak, és köszönöm Katának, hogy felvetette, hogy előállt az ötlettel, hogy csináljunk egy ilyen kiállítást, mert szerencsére munkáról munkára botladozunk, haladunk évről évre, és hogyha most visszagondolok, több mint 10 év telt el, hogy utoljára valamilyen kiállítás formában, valamilyen kis alkalommal megmutattuk, hogy hova is jutottunk, miket készítettünk az évek során. Igazából a munkák között a karácsonyi céges rendezvények jelentik azt a pillanatnyi megállást csak nálunk, amikor egy kicsit van időnk visszanézni, vagy úgy összegezni, és ezért nagyon szerencsés, vagy ezért nagyon örülök most ennek az alkalomnak, hogy össze kellett szedjük, végig kellett gondolnunk, hogy tulajdonképpen mivel is töltöttük az elmúlt éveket, és őszintén nem volt egyszerű kiválogatni, hogy mit tegyünk ki erre a néhány tablóra, amit itt most a falakon láthatunk. A munkák egy része Katának az MMA ösztöndíj keretébe tervezett játszótereit, magát a játszótér terveket mutatja be, és ahol megvalósult, ott már fényképekkel kiegészítve. A másik oldalt látható tablók a mi Ilona Malom műhely különböző tematikák szerint csoportosított játszótereit, és itt közben pedig a játszóterek Kata által készített makettjei, illetve mutatóba a játszótereinknek egy nagyon jellemző oldalát, meghatározó elemét képező szobrász elemeknek egy mintáját, egy bemutató mintáját, Kelemennek egy szobrát hoztuk el. Ad egy különleges alkalmat ennek a kiállításnak, amit egy nappal eltoltunk az eredetileg tervezett időponthoz képest, mert tegnap tartott a Tájépítés Szövetség az év tájépítésze díj átadóját és a díj kiosztását, és nagyon nagy örömmel és büszkeséggel mondom, aki esetleg nem tudná, hogy tervező kollégánk Takács Edvárd kapta meg, megkérdetlek, hogy kilépsz a hátsó sorból a közönségdíjat és az díjat. Én Katától nem akarom elvenni a szót, ő majd fog beszélni arról, hogy ő hogyan kezdett velünk dolgozni, hogy Edvárddal velünk hogyan gyúrtuk, formáltuk a játszótereket. Én most Edvárdot kérném meg előtte, hogy
mondjon pár szót arról, hogy mi, mióta, hogyan dolgozunk, és hogy hogyan jutottunk el ideig a játszóterek tekintetében. Ez egy nem tervezett előadás vagy egy beszélgetés, de ez egy spontán jó. Köszöntök én is mindenkit. A tegnapi nap során könnyű dolgom volt, mert ott szerencsére nem nyomtak a kezembe a mikrofont. Én nem vagyok a szavak embere, és nem nagyon szeretek nyilvánosság előtt beszélni. Általában inkább a rajzasztal mellett ceruzával próbálom megoldani így a kommunikációt az emberekkel. Úgyhogy, de hát ott nem volt se tábla, se rajztábla, hogy rajzolni lehessen a mosolykákat. Úgyhogy, de legalább most akkor így pár szóba így a tegnapi nap margójára annyit, hogy mindenkinek nagyon nagy köszönettel tartozok, elsősorban a családnak, a Illonovnak, mint második családnak, a sok lelkes jelölőnek, illetve támogatónak, akik a közönségdíjnál letették voksukat. És hát mindenképp annyival tartozok, hogy legalább itt így, akkor így önök között vagy köztetek így hálával és tisztelettel megköszönjem azoknak a lelkes asztalosoknak, ácsoknak, fafaragóknak, fűzépítőknek, diákjaimnak és alkotótársaimnak, akikkel ezek a gyönyörű munkák létre tudtak jönni, amivel indulni tudtam a tájépítészeti megmérettetésen. Amikor a Glázer Attila felkeresett, hogy jelöltek, akkor kértem egy nap haladékot, hogy először azt hittem, hogy nincs emberük nincs kellő mennyiségű emberük, hát azért Budapesten egy csomó nagyász tervező van, akik szebbnél szebb tereket terveznek, és hát mondta, hogy hát nyugodtan egy napot gondolkodjak rajta, de hát mindenképp szeretné, hogyha indulnék. És akkor aztán rengeteg dolgunk van, sok játszótérépítés van folyamatban, rengeteg tervet kell készíteni és egyebek, hogy arra gondoltam, hogy hát erre nincs nagyon időnk. És akkor aztán utána egy második gondolat jött, hogy hát azok, amiket csinálunk, akár a malommal, vagy akár a tavasszal a füzekkel, vagy akár az iskolába diákokkal, hát ezek mind olyan jó dolgok, amiket jó megosztani, és hogyha ez a tájépítészeti díj egy ilyen fórum, hogy esetleg alkalmat ad ezeknek a munkáknak a bemutatására, akkor ez egy nagyszerű lehetőség, hogy akkor ilyen úton-módon bemutatkozzon akár a malom is, vagy pedig az a tevékenység, amit folytatok. És akkor ez volt az a gondolat, ami miatt vállaltam az indulást. Viszont megmondom őszintén, hogy nem, ha tudtam volna, hogy milyen kemény a mezőny, akkor valószínűleg, hogy nem indultam volna. És nagyon meglepett az, hogy olyan emberek, akik tényleg nagyon-nagyon jó tervezők, hát azok előtt most talán egy picit úgy mondanám, hogy az emberi oldaláról, a játszóterek felől, illetve a füzek, vagy kisebb közterek tervezése és végző szemét választott a zsűri, a közönség zsűri, tájműves díj egyben. Úgyhogy még egyszer nagy köszönet mindenkinek, akik szavaztak, illetve a zsűrinek is. És hát a játszóterekkel kapcsolatban nagyon röviden annyit, hogy hát tényleg ez egy csapatmunka, és Csabáékkal, Ilona Malom műhelyel 2009-8 óta a Kölyök Dzsungel Veszprémi Beltéri Játszóháznak a megépítése és a közös tervezése során ültünk először a Malom konyhájában le. Sőt, a Sopri. Volt előtte egy-két kisebb-nagyobb közös munka is, de itt kóstoltuk meg, ízlelgettük meg egymást így együtt gondolkodásba, és ez talán azóta is egyre több nagyszerű munkának a megszületéséhez vezetett. És hát mondanom se kell, hogy ez az egyik kedvenc műfaj, amikor tényleg nem egy maga íróasztal mögött önmegvalósításhoz létre, hanem csapattal együtt dolgozva, többek között így, mint ahogy Katával is, aki Erasmusos diákként volt nálunk 2-3 hónapot, ugye? Nem? Hosszabb idő. Szimpla gyakornok, de párhuzamosan volt Erasmusos veletek. De nem a gerében, mert mire gondolok. Igen, bocsánat.
Szóval így a végzős diákok, illetve a szapienciás tájépítész diákok, akik pályázattal tudnak lehetőséget kapni ilyen magyarországi tájépítész irodákból vagy műhelyekbe, ők kerültek így a szárnyaink alá, és itt ismertük meg Katát is, és így születtek nagyszerű közös munkák, amelyeket itt a tablók is bemutatnak, és hát reméljük, hogy ezt a csapatmunkát a jövőben is fogjuk folytatni, és hát sok sikert kívánok ezúttal így Katának is, úgyhogy köszönöm. Átadnánk a szót akkor neked. Jöjj, nagyon köszönöm. Szóval szeretettel köszöntök mindenkit, Anda Kata vagyok, tájépítészmérnök, játszótér tervező, és ennek a kiállításnak ugye az ötletgazdája. Az Ilona Malommal az együttműködést évekkel ezelőtt ugye elkezdtük. Ebben a részben nálatt töltöttem ezt a tájépítészeti gyakorlati időmet, és úgy később a később ilyen közös munkákat is eredményezett az a mi együttműködésünk. Miután náluk voltam tájépítész gyakorlaton, azután tovább mentem egyéb külföldi helyekre, mint például a berlini Zimmerhofs német játszótértervező céghez, és ott eleinte gyakornokként dolgoztam, és aztán felvettek ténylegesen, és amiután hazajöttem, akkor megkerestek egy angliai, szintén játszótér tervező cégtől, és akkor segítettem nekik is ilyen természetes hatású játszóterek tervezésében az Earth Sprites Ltd-től, és ez két olyan nagyon érdekes tapasztalat volt, amit az Ilona Malom munkáival, tervezési stílusával nagyon jól összetudtam így hasonlítani, és haza tudtam hozni azokat a tapasztalatokat, amiket kint átéltem tervezőként, és kicsit ott kivitelezésben is, főleg a német cégnél kivitelezésben is segítettem. Ez nagyon tanulságos volt, és nagyon szerettem volna, hogyha hazajövök, és ezeket a tapasztalatokat, tudásokat itt úgy tudom kamatoztatni, hogy az tényleg magyar gyerekeknek szóljon. És itt találtam rá erre a remek ösztöndíj lehetőségre, a Magyar Művészeti Akadémiának az 3 éves ösztöndíj programjára, ahova felvetettem ezt a játszótér tervezői ötletet, hogy vállalom játszóterek tervezését, workshopok tartását és a ennek a kiállításnak a megszervezését. És csodával határos módon valamilyen, nem tudom, máig is egy nagy csodának tartom, de beválasztottak az ösztöndíjasok közé. Évente 100 embert választanak ki, és abban az évben, 3 éve, azt hiszem, hogy én voltam a második legfiatalabb, ugye a mezőnyben, amire külön büszke voltam. Úgyhogy elindult ez az ösztöndíj program, és az Ilona Malommal természetesen ők voltak a cég, akikkel már korábban is kapcsolatom volt, ugye gyakorlat miatt, akikkel ezt a munkát, ezt a 3 éves munkát ezt végigcsináltam, és nagyon-nagyon támogatóak voltak, és adtak ugye megrendeléseket, közösen tudtunk ötletelni és közösen végigvinni. Van olyan terv, ami megvalósult, van olyan, ami részben valósult, meg van olyan, ami meg fog valósulni, van olyan terv, ami nem fog soha megvalósulni. A tájépítész szervezők tudják, hogy nyilván a terveknek az egy része sajnos az nem mindig valósul meg, de minden esetre számos játszótérről modell is készült, amit ott az én modelljeimet az ajtóhoz közelebbi részen lehet megtekinteni, itt az első blokkban, és ebben a második részben, itt hozzám közelebb, pedig a Sapientia Egyetemnek az erdélyi tájépítész karnak a munkáit találhatók, amit pedig Takács Edvárnak a mentorálásával hoztak létre az erdélyi diákok. Így két ilyen kis csoportba
raktuk ezeket a maketteket, ezeket körül lehet járni, megnézni, nagyon izgalmasak. És a terveimet azokat elsősorban mindig a gyermeki ilyen szempontok szerint szoktam elkezdeni tervezni. Ugye sokan kérdezik, vagy sokan csodálkoznak, amikor mondom, hogy játszótér tervező vagy, hogy ez mihez kapcsolódik, és amikor mondom, hogy tájépítész mérnököt végeztem, akkor jobban be tudják lőni, hogy ez pontosan miről is szól. De tényleg nagyon nagy szerencsém van ezzel a kicsi specializálódással, mert lehetőségem van a tájépítés szakmán belül is szerintem az egyik legkreatívabb részével foglalkozni a tájépítészetnek, és lehetőségem van nagyon nagy mennyiségben az általam nagyon kedvelt kézirajz technikát alkalmazni. Igaz, digitális táblán rajzolom a terveimet, amiket kint látnak, ezen a szürke falfelületen vannak az én posztereim, terveim, és a többi részen pedig az Ilona Malom műhelynek a többi tematikusan összerakott korábbi játszótér tervei, meg megvalósulásai, úgyhogy így készültek ezek. Ami még érdekes, hogy a tematikákat, így kérdezte egy ismerősöm, hogy a tematikát azt mi határozza meg, mert ugye az Ilona Malom egyedi tematikus játszótereket, kalandjátszótereket szeret készíteni, amik kicsit úgy, hanem eléggé kiválnak a standard ilyen katalógusból kiválasztható műanyag játszóterek közül, de hogy a tematikát mi az, ami meghatározza, és elsősorban, ha megrendelőnek van valami kifejezett igénye vagy elképzelése, azt mindig figyelembe szoktuk venni, de van olyan is, hogy szabad kezet adnak, és van olyan is, amikor megvan így a téma, hogy valahogy a helyi állatvilághoz kötődjön, vagy a helyi növényvilághoz kötődjön az adott játszótér, és akkor azon belül agyalunk Edi is, meg én is, hogy pontosan melyik formát lehetne a legjobban játékként felhasználni, játszótérnek berendezni, hogyan lehet annak az adott központi elemnek a környezetét úgy megalkotni, hogy az minél inkább a gyerekeket arra inspirálja, ösztönözze, hogy teljesen biztonságos körülmények között, de inspirálja őket minél többféle mozgásformára. Hát nekem az elvem az, hogy gyerekeket föl kell vezetni valahova, és a fölvezetésnek nagyon sok útja, jó, hogyha minél több útja van a lehetőségekhez mérten, különböző nehézségi szintű fölvezető utak, és akkor onnan egy nagy csúszával legalább egy jutalomként oda kell tenni egy nagy csúszát, ahonnan le tudnak csúszni, és nyilván ez mondjuk a központi vezérfonal, de hogy fontos, hogy amikor a csúszával kijön a gyerek, akkor ott is legyen előtte valami olyan játékelem, ami tovább vezeti, visszavezeti arra a játszó elemre, vagy tovább vezeti a játszótér további részeire. Szóval ilyen izgalmas tervezési kérdéseket kell ugye a helyhez passzintani, mert ugye a helyszín az mindig általában meg van határozva egy szigorúan, hogy mettől meddig tart, és nagyon nagy esési tereket kell hagyni a játszóterek mellett, és ez egy nagyon nagy kérdés szokott lenni, hogy nem annyira férnek. Szóval mindig többet terveznénk, mint amennyi elfér a játszótér. Én nem tudom, hogy te így vagy, de én biztos, hogy mindig gondolatban túl tervezem, és akkor vissza kell mindig venni belőle, ami nem annyira jó érzés, de végül is valami megvalósítható jön ki a végén belőle, ami nyilván a megrendelőknek is, meg a kivitelezőknek is, meg a tervezőnek is és a felhasználónak a közös érdekét szolgálja, úgyhogy ezek a játszótérek, ezek nagyjából így születnek meg, és nyilván aztán nagyon sok konzultáció szükséges a kivitelezés kapcsán az Ilona Malom műhelye Csabáikkal, hogy pontosan, hogyha valamit módosítani kell rajta, akkor hogyan módosítsuk, de általában jól szokott működni így
ez a jó kis kommunikáció, úgyhogy én nagyon-nagyon köszönöm így az Ilona Malomnak ezt a lehetőséget, hogy dolgozhattam náluk, annól dolgozhattam velük ez alatt a három éves projekt alatt. Nagyon köszönöm az ösztöndíjnak, a szervezőnek, a Magyar Művészeti Akadémiának, hogy ilyen csodálatos projekteket, ilyet és ehhez hasonló nagyon különleges lehetőségeket, ötleteket támogatnak. És nagyon köszönöm Asbóth Kristófnak, a Fuga művészeti vezetőjének, hogy ezt a teret ezt rendelkezésünkre bocsátotta, és köszönöm a férjemnek és kisfiamnak és a szüleimnek, hogy nagyon-nagyon sokat segítettek, hogy vigyáztak a babámra addig, amíg a maketteket készítettem, hogy nem haragudtak, hogy nem főztem ebédet, hogy éjszakákon keresztül terveztem, megcsináltam a dolgokat néha, hogyha szükség volt rá. És köszönöm, hogy eljöttek erre a megnyitóra. És én is szeretnék gratulálni Takács Edvárnak. Tényleg! Keressék a tervezők, kivitelezők közül bármelyikünket, Csabát, Edvárdot, de még vannak itt néhányan, akik a kivitelezésben segítkeztek, szóval a közönségben nyugodtan kérdezzetek minket a játszóterekről, szívesen válaszolunk ilyen egyéni speciális kérdésekre. Köszönöm a figyelmet, és most pedig szeretnénk egy kicsi átállási időt, mert ezután következik egy moldvai táncház. Az átállási idő eltart egy pár tíz percig talán, de addig nyugodtan nézzék meg a plakátokat, és a gyágyakörben a maketteket, és szolgálják ki magukat pogácsával, meg kávéval, meg mindenféle üdítőkkel. Úgyhogy köszönöm a figyelmet! Köszönöm.